Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn a háború kapcsán elmondta, az az állítás, hogy az oroszok Ukrajnánál nem állnak meg, nem igaz. Mint mondja, el kell kerülni, hogy Moszkva szemében az Európai Unió és a NATO formális hadviselő felekké váljon. Magyarország továbbra is mindent megtesz azért, hogy kimaradjon a háborúból. Magyarországnak joga van szomszédos országként azt mondania, hogy a béke az egyetlen megoldás. A béke az egyetlen megoldás az emberéletek megmentésében. A háborús infláció és a háborús gazdasági válság egyetlen ellenszere is egyben. Hogyan fogunk gondolkodni a jövőben erről a háborúról? Fönt fogjuk tartani azt a véleményünket, hogy ez nem a mi háborunk. Magyarország NATO tag, és a kiinduló pontunk az, hogy a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország. Ezért Oroszország soha nem fogja megtámadni a NATO-t. A kormányfő hozzátette, a háborút csak az orosz-amerikai tárgyalások tudják lezárni. Az energiaválságról, a gazdaság helyzetéről is szót ejtett a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint az Európai Unió kiemelten rosszul jár a háborúval, mert az energiakivitel és behozatal értéke közötti különbség háromszorosára nőtt, most 189 milliárd euró mínuszon áll. Az energiaválság pedig a rezsicsökkentés miatt érinti Magyarországot is. A 2010-es évek elején bevezetett rezsicsökkentéssel a piaci ár alatt állapították meg az energiaárakat. A probléma, hogy a háború ezt a rendszert kibillentette. A feladat megvédeni a rezsicsökkentést, át kell állni a gáz helyett a kisebb terhet jelentő áramfogyasztásra vagy biomasszára. Orbán Viktor szerint kérdés, hogy a globális recesszióhoz képest lehetséges-e lokális kivétel. Sikerülhet, a kulcsszó úgy hangzik, hogy kimaradni. Tehát Magyarországon akkor sikerül gazdasági értelemben megőrizni a sikereinket, ha kimaradunk a háborúból, ha kimaradunk a migrációból, kimaradunk a gender bolondériából, kimaradunk a globális adóból, időhiány most erről hosszan nem beszélek, de ezt is ránk akarják kényszeríteni, és ki kell maradnunk az európai általános recesszióból. Jó hír, hogy 2010-ben ez sikerült. Jó hír, hogy 2020-ban is sikerült. Orbán Viktor hozzátette, minden válságból erősebben jött ki eddig az ország, mint ahogyan belekerült. A siker érdekében az új helyzethez igazodva új megállapodásokat kell kötni az Európai Unióval, az oroszokkal, a kínaiakkal és az USA-val is. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország fejleszti a hadipart, diverzifikálja az energiaforrásait, kihasználja a technológiai váltást. Mint mondja, akkora akkumulátor beruházások vannak Magyarországon, hogy hazánk hamarosan a világ harmadik legnagyobb akkumulátorgyártója, ötödik legnagyobb exportőre lehet. Elsimon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója idén is figyelemmel kísérte Tusványos történéseit, és megerősítette, hogy a kormányfő ismét fontos, a magyarság jövőjére vonatkozó távlati célokat fogalmazott meg. Egy nagyívű összefoglalással hatunk a nemzetközi politikai helyzetről, amiben én úgy érzem, hogy miniszterünk úr reálisan helyezte el Magyarországot, és mutatta meg azt, hogy milyen esélyeink vannak arra, hogy kimaradva a szomszédunkban zajló háborús konfliktusból Magyarország megőrizze a pozícióit. Elsimon László hozzátette, reméli, hogy győzni fog a józan ész, a békeszeretet, és lezárul a háborús konfliktus, amely gazdaságilag is nehéz helyzetet teremtett az Európai Unióban és Magyarországon is.